egy városi gyűjtmentnek egy furcsa helyzet az, amikor nem tud beülni valahova egy kávét meginni. Tehát kicsit megijedtünk, és a nagy ijegység, mert úgy éreztük, hogy akkor jó, mi belevágunk, és gyorsan kinyitjuk az oroszlános, hogy tudjunk valahol inni egy kávét. Táján vagyunk, az oroszlános borhotel és vendéglőben, és mi másból főznénk itt Tokaj hegy alján, mint a legfinomabb tájai borok felhasználásával. Mátyás József, séf, vargánya krémlevest készít nekünk, amit habzó furminttal fog megbolondítani. Főételnek lassan sült bárány-gerinc lesz, tájai furmintban érlelve, és desszertnek egy különlegesség, szőlős pite lesz, amire aszúhabot fog tenni. Még egyszerűen nem tudtuk, hogy beváltuk a fejszénket, nagy álmokkal ültünk ott és ötleteztünk, hogy hogyan lehetne jól csinálni. Kezdjük ott, hogy adott egy elképesztően gyönyörű hotel. Minden egyes szegletében a borvidék szeretetéről szól, tehát a lámpákban, a szőlőmintákra, a festményeken, tájai, dűlők. Egyszerűen csodálatos, elvarázsolt minket, de meg kellene tölteni bennettel. És mindez hol kezdődik? Egy jó konyhánál. Ez volt az egyik legfontosabb feladat, hogy egy nagyon jó konyhát összerakni, és ebben nagy segítségünkre volt Ruprecht László Rubi. A konyhánál a legfontosabb az volt, hogy egy igazán jó vidéki konyhát rakjunk össze, és na hát ekkor behívtuk a helyi asszonyokat a kockás füzeteikkel. Az itteni ételek megtartása, de viszont mégis valami újat van letenni. Ez a fő célunk, van egy speciális ételét, egy ide kötődő, egy tájé, babérost, ezt is megpróbáltuk úgy megcsinálni, hogy ahogy ugye a régi emberek ezt készítették, megpróbáltuk zöld fűszerekkel, friss babérlevéllel, és akkor mindenféleképpen belecsempésztünk egy kicsi helyi bort, ami hozzáillik. Tehát az oroszlános nyitott a falu felé. Használjuk az itteni helyi borokat, a helyi alapanyagokat. Vargánya krémleves lesz, a szalat vargányával, kis törfrácán mellé. Körülbelül ilyen 5-6 dek a pórihagymát apróra vágunk, amit majd zsiradékon, picit meg fogunk pirítani, és akkor, mikor üvegesre pirul, a vargányát rá fogjuk rakni, és miután a vargánya rákerült, kevés csontlevessel fel fogjuk engedni, körülbelül 10 percet főzzük, és akkor a végén pedig bele fogjuk rakni a mi borunkat, ezt a pici habzóborból teszünk bele. Ide ehhez a tájhoz nagyon élő szőlőspite, tájaszúhabbal, ami egy magas zsírtartalmú tejszínből készül, és akkor ez a végén, mikor a tejszín már majd kikeverődött, akkor teszünk hozzá a tejszínnek 1/4 arányba a szót. Gyűjtmentként másfél év alatt elértük azt, hogy most már kíváncsiak ránk a helyiek. És ez megtisztelő, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valamit jól csinálunk, és sőt, igazándiból jól csináljuk, mert hogy örülnek neki. Örülnek neki, és keresnek minket.